Ismét megtelt a Tóvárosi Általános Iskola tornaterme, a nyugdíjasok körében még mindig népszerű a torna. Ma Kirén nemrég csatlakozott a csapathoz. Egy héten kétszer van kedden és csütörtökön, de nagyon várom őket. Jó a kis kollektíva is, és az ember egy kicsiket kikapcsolódik. Idős korban különösen fontos a rendszeres testmozgás, mondja Fáncsik Ilona gyógytornász. A nyugdíjasoknak ugye, hogy a mozgása biztonságosabb legyen, tehát az esésektől, egyebektől meg tudják magukat kímélni, az állóképességük jobb legyen, esetlegesen az izületi problémáikkal kapcsolatos fájdalmaik csökkenjenek, amit már igazából kaptam visszajelzést, hogy vannak emberek, akiknél ez teljesen működik. A népszerűségre való tekintettel idén is egész évben folytatódik a nyitott tornatermek programsorozat. Több ezren vesznek részt a programokon, mondja Mészáros Attila. Az önkormányzati képviselő úgy véli, ez is bizonyítja, hogy jó helyre került a költségvetésből erre a célra fordított összeg. A szervezők egyébként törekednek arra, hogy a meglévő foglalkozásokon túl újabb mozgásformákat vegyenek fel a palettába. A cukorbetegek részére van egy speciális torna, az minden héten kedden a Belvárosi Első István szakközépiskola Hunyadi tagintézményében, Petőfi utcán kell bemenni. Itt kimondottan a cukorbetegeknek a gyógytornája van, speciális gyógytornász, tehát aki a cukorbetegek részére tudja vezetni a tornát. Ez egy újdonság, és szintén egyre nagyobb sikere van. Aki tehát eddig nem vette igénybe, de szívesen kihasználná a nyitott tornatermek program adta lehetőségeket, idén is megteheti. A foglalkozásokon bárki részt vehet, a szervezők csupán egy kitételt szabtak. A sportprogramokon a helyszínen felvett tiszta talpú sportcipőben vagy tornacipőben, sportöltözetben és a megfelelő saját sporteszköz biztosításával lehet részt venni.